Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt, e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vadlaktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelittanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, de én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne felejek aznap, egy kőre léptem én. Ím itt e kő, de föntről e kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és cseszopók, akikben megnő az értelem. Világ itt bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja. S folytott szavunkra, majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat, borítsd ránk, virasztó éji felleg. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a Magyar Zsidók deportálása Auschwitzba vándorkiállítás megnyitóján. Külön köszöntöm Filep Sándor urat, Vásárosnemény város polgármesterét. Dr. Szilágyi Péter jegyző urat, dr. Deák Ferenc urat, a járási hivatal vezetőjét, Gál Otto urat, a Nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium általános iskola, óvoda és alapfokú művészeti iskola igazgatóját, akinek ehelyről is megköszönöm, hogy iskolánk diákjai és pedagógusai bekapcsolódhattak a projektbe. Valamint azon kedves vendégeinket, akik meghívásunkat elfogadták és megtisztelik az alkalmat. A Falak, Jelek, Sorsok című országos vándorkiállítás helyi sajátossága, hogy tudtunkkal egyedülálló módon a vásárosnaményi zsidósággal kapcsolatos dokumentumok is felkutatásra kerültek, és a hátam mögött látható tablón megtekinthetőek, köszönhetően Kardos Béla kollégának és 10 egynehány tanítványának. Bízom benne, hogy diákjaink tárlatvezetése és a képek dokumentumok látványa tovább gondolásra sarkal bennünket, és evidenciává válik mindenkiben az alapvető erkölcsi parancs, az ember szeretet és a felebarátok megbecsülése. Mindezekben bízva átadom a szót Filep Sándor polgármester úrnak, hogy tartsa meg ünnepi megemlékezését. Tisztelt egybegyűltek, tisztelt emlékezők! 70 évvel ezelőtti nemzettörténeti, várostörténeti kataklizma felidézésére gyülekeztünk ide, a Lúnyai Menyhért Baptista szakközépiskola és szakiskola aulájába. A 70 évvel ezelőtti szeptember 29-én hazánk még német megszállás alatt állott, de már közeledett felénk egy másik megszálló sereg, a Szovjetunió Vörös Hadserege is. A németek már aláaknázták a második tiszai vashidunkat, amelyiknek az október végi felrobbantása 6 évre vágta el a közvetlen közúti összekötetést a járási székhely Vásárosnamény és a járást képező 29 beregi település között. A 70 évvel ezelőtti szeptember vége előtt, az 1944 év májusában már megtörtént egy másik, néhány nap múlva bekövetkező hidrombolástól sokkal súlyosabb törés, egy jóvá tehetetlen bűn, egy,
a városunkban otthont teremtő közösség kiszakítása falvainkból, településünkről. A kisvárosunk mai három kerületében 70 évvel ezelőtt közel 1000 fős zsidóvallású magyar ember élt. Bűnös eszme szolgálatába állott vagy kényszerített, lelketlen állami alkalmazottak és a falu közösséget akkor alkotó, nem zsidóvallású, őseink közönye eredményezte, hogy haláltáborba szállítottak el, a szokásrendjükben eltérő életvitelű, de szorgalmas, munkálkodásukkal, családszeretetükkel, összetartásukkal jó példát mutató, a 70 évvel ezelőtti településünk életét gazdagító, színesítő zsidó honfitársainkat, embertestvéreinket. Ezt a szörnyűséget a történelemtudomány a zsidó lakosság deportálása kifejezéssel nevezi meg. Lelkiismeretünket nem felkavaróak, bűntudatot bennünk nem ébresztőek a kifejezést alkotó szavak, hiszen a deportálás idegen szó. Sokan nem is tudják a magyar jelentését, pedig ha így mondanánk, 1944 májusában Magyarországról idegen országba hurcoltak el, kényszerhelyre telepítettek át 437 ezer magyar állampolgárt. Bizonyára felébredne a lelkiismeretünk, feltámadna érdeklődésünk, és a megismert részletek gyalázatos volta kialakítaná bennünk az elhatárolódást, az elkövetett bűnök miatti megrendültségünket, és belső megtisztulási állapot megteremtése felé irányítaná személyiségünket. Azt a belső meggyőződést birtokolnánk, hogy én soha nem tennék ilyet, egyetlen embertestvéremmel sem. A Falak, Jelek, Sorsok című kiállítás megnyitóján elsőként a Holokauszt Emlékközpont kiállítás rendezőjének meg kell köszönnöm, hogy az itt látható értékes dokumentumgyűjteményt kisvárosunkba elhozta. A városban élő összes érdeklődő számára a megismerés lehetőségét megteremtette. Meg kell köszönnöm Máéri Bolyai igazgatónak, hogy a kiállítást, anyagát az általa vezetett iskola közösség falai közé befogadta, és meg kell köszönnöm Kardos Béla tanárúrnak, hogy a 6 milliónyi európai zsidó megsemmisítését jelentő holokauszttal, mint történelmi ténnyel és mint erkölcsi feladattal mélyen és behatóan foglalkozni kezdett. Megköszönöm valamennyi jelenlévőnek és érdeklődőnek, hogy részvételükkel értelmet adnak ennek a magas igényszintű dokumentációs kiállításnak. Mint pedagógus, örömmel állapítom meg, hogy itt, Vásárosnaményban, a Lónyai Menyhér Baptista Szakközép és Szakiskolában egymásra talált egy közművelődési intézmény és egy közoktatási intézmény. Két intézménytípus találkozása lehetőséget teremtett arra, hogy a holokauszt téma ne csak az ismeretnyújtás szintjén, hanem a kiállítási anyag megtekintése révén az ismeretfeldolgozás lehetőségei szerint gazdagítsa a korunkban elvárt személyiségformáló értékekkel kisvárosunk fiatalságának és a téma iránt érdeklődő látogatóknak is a jellemét. Remélem, településünk valamennyi iskolása és számos külsős látogató is részesülni fog a kiállítás intellektuális és lelket formáló hatásélményében. A 70 évvel ezelőtt felrobbantott Tiszahidat 6 évnyi idő alatt újjáépítette nemzetünk. Az elhurcoltak azonban szinte teljességgel örökre elvesztek városközösségünk számára. Néhány épület, temetői sírkövek, időnként felevelintett történetek a bizonyságai annak, hogy élt itt egy embercsoport, akik tiszteletre méltó nyomot hagytak városunkban. A tényeket, hogy milyen körülmények között semmisült meg 70 évvel ezelőtt, majdnem 1000 fő Vásárosnamény lakos, a feledésnek a homályában hagynunk sohasem szabad. A feledés elleni törekvésünket jól szolgálja a Falak, Jelek, Sorsok címet viselő kiállítás, melynek megrázó üzenete a bibliai 10 parancsolat 5. örökérvényű parancsa, ne ölj! A fenti gondolatokkal köszönöm a városunkba érkezett Falvak, Jelek, Sorsok címet viselő kiállítást, és a megnyitó jelenlévő valamennyi kedves érdeklődőt is. Kérem és javaslom a kiállítás megnyitását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelt igazgatónő, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, hivatalvezető úr, kedves megjelentek, kedves diákok,
A magyar kormány 2014-et a holokauszt 70. évfordulói alkalmából holokauszt emlékévvé nyilvánította. Ezen emlékév alkalmából, a kerek évforduló alkalmából egy olyan pályázatot írt ki, amelyben lehetőséget kaptak egyházak, civil szervezetek, intézmények, iskolák, akár magánszemélyek is, hogy a holokauszról ezen évforduló alkalmából megemlékezzenek, és ahhoz méltó programokat szervezzenek. Egyesületünk, az Eötvös Károly Magyar-Izraeli Baráti Kör is ezen pályázat kapcsán határozta azt el, hogy egy olyan megemlékezés sorozatot fog itt a megyében tartani, vagy szeretne tartani, amely valóban nemcsak, hogy bemutatja azokat az eseményeket, amik 70 évvel ezelőtt itt történtek, hanem nagyon sok ember, és elsősorban diákok számára tanulságokat fogalmaz meg, és mutat be, és gondolkodtatja el a diákokat arról, hogy mi is történt itt a II. Világháború utolsó évében. Ezen pályázat kapcsán azt határoztuk el, hogy egyrészt azokat a pedagógusokat, akik a téma iránt érdeklődnek, egy egynapos továbbképzésben részesítjük. Aztán diákokat és pedagógusaikat segítünk hozzá ahhoz, hogy eljussanak az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs táborban kialakított emlékhelyekre, múzeumba. Majd helytörténeti kutatást végezzenek saját településük és településük környékének zsidó múltjával kapcsolatban, amelynek a végeredménye egy emléktabló, egy olyan, amilyen itt a hátam mögött is látható. Aztán diákokat képezzünk ki arra, hogy ők maguk is tárlatokat tudjanak vezetni a holokauszt témájával kapcsolatban, majd pedig egy vándorkiállítás sorozat zárja ezt a projektet. Nagy örömünkre szolgál, hogy megnyerte az Egyesületünk ennek a pályázati bizottságnak a támogatását, és ebben az évben 3 millió forintos összegből gazdálkodhatunk ahhoz, hogy ez a szép projekt ez létrejöhessen. Ennek első állomásaként innen Vásároslaményból is pedagógusok vehettek részt azon a továbbképzésen, amelynek nem csak belföldi, hanem külföldi előadói is voltak, hiszen amellett, hogy a Holokausz Emlékközpontból is volt vendégünk, de ott volt a Jeruzsálemi Yad Vashem intézetből dr. Hava Baruch asszony, aki a holokausz kutatásának és a holokausz oktatásának egy kiváló szakembere. Azt hiszem, hogy akik ott voltak, pedagógusok mindannyian olyan élményeket szereztek, amelyek maradandóak az életükben, és sokan kedvet kaptak ahhoz, hogy akár a Jeruzsálemi Yad Vashem intézetben is tovább tanulják ezt a témát, és megtanulják azokat a didaktikai, oktatási módszereket, amik még hatékonyabban tudják a holokausznak az oktatását az intézményekben, oktatási intézményekben végezni. A következő állomás ennek a projektsorozatnak az a 3 nap volt, amelyet a tavasz végén innen Vásároslaményból is 10 diák és 2 tanár részvételével végigélhettek a kedves résztvevők egy lengyelországi kirándulás, amelynek Krakkó volt a központja, de a Krakkóból kiindulva egy napon Auschwitz-Birkenaui emlékhelyen, táborban, múzeumban is részt vehettek egy idegen vezetésen, és ott a helyszínen ismerhették meg azokat az eseményeket, azokat a szörnyűségeket, amik ott történhettek. Azt gondolom, hogy emellett, hogy ezek is azért maradandó élményeket nyújtottak a diákoknak, pedagógusoknak egyaránt, és sikerült a jobb megismerésében ennek a történetnek. A legfontosabb része talán mégis ennek az egész projektnek az, ami a nyár folyamán történt, amiről pedig elmondhatjuk, hogy a legkevésbé volt látványos része, hiszen nem a nyilvánosság előtt zajlott, néhány diák és egy-két tanár volt, aki ebben részt vett és folytatta ezt a munkát, de mégis azt gondolom az egyik, vagy talán a legfontosabb része az, hogy a saját településének, saját települése környékének a múltját feltárni, kutató munkát végezni, túlélőkkel találkozni, levéltári iratokat, dokumentumokat megtalálni, és ebből egy tablót készíteni. Egy olyan izgalmas munka, ami arra világít rá, hogy a holokauszt az nem csak Európa más részein, nem csak a tankönyvekben történt meg, nem csak Németországban történt meg, nem csak Auschwitzban, Lengyelországban történt meg, sőt, azt mondom, nem csak Magyarországon, hanem a holokauszt itt történt Vásároslaményben, itt történt Vásároslamény környékén, itt éltek azok az emberek,
akikről, ha nem is név szerint, de az adatokat, a tényeket leírva találkozhatunk a könyvekben. Ez a legizgalmasabb része volt ennek a dolognak, hiszen ez a munka világított rá arra, hogy ezek az emberek, akiket elhurcoltak innen a környékről, ők nem statisztikai adatok voltak, nem számok voltak egy nagy tömegnek egy bizonyos részei, hanem valóságos húsvér emberek, családok, olyan felnőttek és olyan gyerekek, akik szerették egymást, akik munkálkodtak egy közös jövőért, egy szép jövőért, akik szerették a szakmájukat, akár szerettek iskolába járni. És egyszer csak ennek a jelennek, amelyet ők éltek, és annak a jövőnek, amelyet terveztek, egy tragédia véget vetett. Ezeknek az embereknek voltak érzelmeik, volt személyiségük, ugyanolyan gyerekek, ugyanolyan diákok voltak, mint amilyenek ti vagytok, ugyanolyan pedagógusok voltak, mint akik ebben vagy a város más iskoláiban tanítanak, ugyanolyan emberek voltak, mint amilyenek mi vagyunk. Mégis valamilyen ok miatt, valamilyen döntés miatt ennek a tragédiának be kellett, hogy következzen az életükben, és elszakították egymástól családtagokat, gyermekeket, szüleiket, és elvitték őket. Ez a helytörténeti kutatás talán ebben segített, hogy ezt megérezze az a 10 vagy 11 néhány diák, aki ebben részt vett, hogy ez a mi múltunk, a mi sorsunk Vásároslaménynak a múltjához tartozik hozzá, és nem csak egy olyan esemény, ami valahol távoli kontinenseken történhetett. A szeptemberi hónap pedig azzal kezdődött rögtön a tanévnyitó után néhány nappal, hogy 10 diák tárlatvezető képzésen vehetett részt a Bethlen iskolában, és ők maguk is megtanulhatták azt, hogyan kell egy ilyen kiállítást úgy vezetni, hogy felkeltsék azzal az ide látogató diákoknak az érdeklődését, illetve azt gondolom, hogy ők maguk is sokat tanultak ebből a képzésből. Most pedig elérkeztünk ehhez az állomáshoz, amikor is a Nyíregyházi Bethlen Gimnázium, a Demecseri Oktatási Centrum, a Nagykálói Korányi Frigyes Gimnázium után itt a Vásároslaményi Lónyai Szakközépiskolában is a Falak, Jelek, Sorsok kiállítás elindulhat, és ezen a héten várja a látogatóit. Én azt kérem tőletek, diákoktól, és azt kérem a pedagógus társaimtól, illetve minden vendégünktől, aki itt van, hogy azoknak az ismerőseiknek, akikkel találkoznak, keltsék a hírét ennek a kiállításnak, jöjjenek el minél többen meglátogatni, ne csak a lónyaisok, hanem mások is, Vásároslamény más iskoláiból, a környék iskoláiból, de nem csak iskolákból, hanem bárhonnan, akiket érdekel ez a kiállítás, jöjjenek el. Beszélgessetek, tárlatvezetők azokkal a vendégekkel, akik ide érkeznek, hiszen a holokauszt egy olyan történet, ami rengeteg tanulságot tartalmaz a ma embere számára is. Hogyan élte meg ezeket az időket az akkori résztvevőknek három nagy csoportja, az áldozatok, akik előtte békésen éltek együtt itt a város más lakóival, és aztán egyik napról a másikra nem tudták, hogyan is válhattak áldozatokká, miért kerültek abba a helyzetbe, amibe belekerültek. A másik nagy csoport, az elkövetők, akiket szintén anya szült, akik szintén emberek voltak, akiknek szintén voltak érzelmeik, és gyermekkorukban ők sem gondolták, hogy gyilkosok és elkövetők lesznek, de mégis valami miatt felnőtt korukra, valamilyen ordas eszmének, egy rossz ideológiának engedelmeskedve gyilkosokká és elkövetőké válhattak. Illetve a tétlen szemlélőknek a csoportja, akik itt voltak Vásároslaményben, itt voltak Vásároslamény környékén is, akik közül talán sokan tehettek volna valamit, de nem tettek. Ezen el lehet gondolkodni, hogy miért, félelemből, egzisztenciálisokból, vagy azért, mert őket is megváltoztatta ez az ideológia. Ezeken el lehet gondolkodni, nagyon sokat lehet ezekből tanulni. Olyan történetek találhatók a holokausz időszakában, amelyek azt gondolom, hogy méltóak arra, hogy többet foglalkozunk annál ezekkel, mint amit foglalkozunk azon az egy-néhány történelem órán. Ez a kiállítás az lehetőséget nyújt arra, hogy az ide érkező vendégekkel ilyen beszélgetésekbe is belebocsátkozzunk.
Én nagyon sok sikert kívánok a rendezőknek, a szervezőknek ehhez a kiállításhoz. Kívánom azt, hogy nagyon sok vendég érkezzen ide a Lónya Észak Középiskolába, és azt is kívánom ennek az intézménynek, hogy ne csak a falak jelek sorsok, hanem a következő időszakban más hasonló kiállításokat is szervezzen, akár a holokausztal kapcsolatban, akár más témával kapcsolatban. Nagyon tudom ajánlani még az Anna Frank albuma, vagy az Auschwitz album kiállítást, amit a következő években szintén diáktárlatvezetőkkel meg lehet akár itt is szervezni. És azt is kívánom, hogy azok a tárlatlátogatók, akik ide érkeznek, elgondolkodva ezeken az eseményeken, elgondolkodva ezeknek a tanulságain, jobb emberekként távozzanak erről a kiállításról, mint ahogyan ide érkeztek. Ezen gondolatok jegyében a falak, jelek, sorsok kiállítást megnyitom. Valamennyi kedves vendégünknek köszönjük a megjelenést, kérem, hogy tekintsük meg együtt a kiállítást, és tájékoztatunk mindenkit még egyszer, hogy a héten, péntek délig a kiállítás folyamatosan megtekintető, és várjuk az érdeklődő diákokat, pedagógusokat, és vásáros nemény teljes lakosságát. Köszönöm szépen!